Nagytétényi Nyugdíjas Klub idén is szívhez szóló meghitt műsorral ünnepelte a karácsonyt a Szálmanházban. Az ünnepi estén a ragyogó fénysugárban mondjunk köszönetet ezért az évért is, és gondoljunk hálával és szeretettel gyermekekre, idősekre, betegségre, szenvedőkre, egyedülállókra, és azokra is, akik már nem lehetnek jelen személyesen közöttünk, csak a gondolatainkban, a lelkünkben. Az ünnepségen részt vett Kassai Ferenc polgármester és Csiszár Zsuzsanna önkormányzati képviselőjelölt is. Igazából semmi nem számít, csak az, hogy együtt legyünk és szeressük egymást. Így is van. Ugye? És hogyha most itt lenne a nagymamám, akkor ő ugyanezt mondaná. Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, felidézte az idei évben történt eseményeket, és áldott ünnepeket kívánt a Nyugdíjas Klub tagjainak. Ti a saját életeteket olyan pozitív irányba befolyásoljátok ezzel, hogy rendszeresen találkoztok, segítitek egymást, minden egyes mozzanatában az életnek együtt vagytok. Sági Pistára, ha nézek meg, a Pozsonyi Józsira szinte 30 évet együtt csináltunk végig. Ez egy olyan hely, ahol jó lenni. A Nagytétényi Dalkör karácsonyi dalokat énekelt. Egy-egy dal között szép karácsonyi versek hangoztak el.